Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök ma este mindenkit itt a Csodák Palotájában, illetve azokat is, akik a Galileo Webcast online közvetítésén követnek bennünket, vagy az archívumban nézik majd vissza ma esti programunkat. Új sorozatot indítunk a Csopa Night estek keretében. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a DHL csomagküldő szolgálattól érkeztek. Itt van velünk ma este Haraszti Katalin, illetve Nagy Mercedes, akik majd egy játékban lesznek segítségünkre, és a ma este előadója az pedig Üveges Zoltán üzletfejlesztési vezető, akitől arról hallunk majd, hogy a küldemények, amelyeket akár egy olyan weboldalon rendelünk meg mondjuk különböző termékeket, vagy ha mi szeretnénk valamit küldeni A pontból B pontba, akkor hogyan jutnak el ezek a csomagok egyik helyről a másikra. Úgyhogy én át is adnám Zoltánnak a szót, és halljunk a logisztika tudományáról. Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a teremben és a képernyők előtt is. Igyekszem akkor megvilágítani ebben a röpke egy órában, hogy mi is történik, amikor akár a világ egyik sarkából a másikba egy csomag elindul az útjára, illetve mi előzi meg ezeket a dolgokat, és hogyan jött létre egyáltalán ez a tevékenység, amit a hivatali berkekben express szállítmányozásnak hívunk, de mindenki csak úgy ismer, hogy a csomagküldő szolgálat. Itt az első indító diámon azt láthatjátok, tegeződhetünk, nem gond? Azt láthatjátok, hogy nagyon sok életképet tettünk föl, ma már szokványosnak mondható életképeket, amik mögött nem is gondoljuk sokszor, hogy milyen szállítmányozási vagy logisztikai tevékenység állhat, hogyan kerül az áru mondjuk az üzletek polcaira, hogyan kerül alapanyag mondjuk egy robotizált gyártósorra, vagy hogyan kerülnek akár biológiailag veszélyes minták a kutatólaboratóriumba, esetleg hogyan kerülnek a legtrendibb ruhák egy divat bemutatón a kifutón szereplő modellekre. Úgyhogy erről fogunk egy kicsit részletesebben beszélni. De mielőtt ebbe belemegyünk, szeretnék rögtön egy kis játékra invitálni benneteket itt a teremben. Márkákat fogok nektek mutatni, és azt szeretném, hogyha csak így bekiabálással, hogy a kép alapján felismeritek-e őket. Jó, nyugodtan, bátran lehet hozzászólni. Ismerjük őt? Így van. Öt? Öt? És öt? Hoppá! Szakértő közönségünk van ma este. Így van. Ez a DHL logója, azért tettem fel ezeket a márkákat így gondolatindítónak, mert igazából a gondolat arra akart kiukadni, hogy nagyon sokan ismerik a nagy világmárkákat, de azt kevesen tudják, hogy mindezek a nagy világmárkák mögött, ahhoz, hogy ők több országban, a világ több országában elérhetővé tegyik a saját termékeiket, vagy szolgáltatásaikat, ahhoz általában logisztikai szolgáltatókat vesznek igénybe, és bizony a DHL, a kapocs az előbb említett három márka között is, vagy legalábbis egy közös terület, ugyanis részt vesz a tevékenységének köszönhetően abban, hogy ezek a márkák megjelenjenek a világ különböző országaiban. Egészen triviális példa, amikor mondjuk az előbb látott almás márka üzletébe betérünk, és vásárolunk egy manapság nagyon népszerű okostelefon készüléket, akkor annak a hátterében is egy szállítási tevékenység áll, hogy abban a boltban adott esetben milyen készlet van, hogyan jutnak el oda a termékek. De szaladjunk is tovább. Én hoztam egy rövid videót, ami ezt sokkal részletesebben megvilágítja. Ezt arra kérlek, hogy nézzük meg közösen. I am the bringer, the giver of smiles. I'm the one who makes it happen. I'm the pioneer, free of boundaries. Hi, we're getting here, Leon SS, and today we're going to start to
Hát jó pár dolgot láttunk. Gondoltátok volna? Oké. Némi csodálkozással, vegyes döbbenetet látva az arcokon, hát boncolgassuk is ezt tovább, hogy hogyan köt össze életeket a logisztika, illetve hogyan támogatja igazából a világkereskedelmet, aminek gyakorlatilag ma már elválaszthatatlan része, és milyen területeken tud segíteni abban, hogy akár mondjuk egy kutatás előre haladjon, ha már a csodák palotájában vagyunk, akkor ezt is ki kell emelni. Nézzük meg egy játékon keresztül, hogy mi is jellemzi a DHL Express-t világszinten. Jó, nagyon egyszerű kérdéseket fogok feltenni, legalábbis szerintem nagyon egyszerű, aztán majd meglátjuk, hogy birkózunk meg vele. Quiz kérdések következnek. Rögtön az első kérdés, vajon miből eredhet a DHL név, és vannak segítségképpen válaszaink is. Ki szavaz erre? Den Haag Logisztik. Egyelőre nem nagyon népszerű, nézzük tovább. Dekorálható logisztika, ez jól hangzik. Egy gyönyörű német kifejezés, Deutsche Hochwertige Logistik. Elnézést a kiejtésemért, a nézőknek is mondom. Vagy pedig valami más. Eddig mi a tipp? A, B, C vagy D? Tegye fel a kezét, aki szerint A. Egy szavazat az A-ra. B. Arra nem szavazunk, ez valahogy helyes megérzésnek tűnik. C. C-t nagyon sokan szeretnék. És ki mondja azt, hogy valami más? Azt egyelőre nem mondjuk. Hát lássuk, hogy miből ered a DHL név. Ebből az jön ki igazából, hogy lehet, hogy nem mindig kell valami bonyolultra gondolni. Hát a DHL három amerikai úriembernek a családnevének a kezdőbetűjéből jött össze. Ők sorrendben balról jobbra Adrian Darcy, Larry Hillblom és Mr. Lin, aki egyébként származását tekintve bolgár volt, és Bulgáriában született, aztán egy rövid ideig Bécsben élt gyermekkorában, és valamikor a 40-es évek környékén vándorolt ki az Egyesült Államokba. A másik két úr pedig egy kaliforniai és egy chicagói illetőségű úriember volt. Hát ők hárman jöttek össze Kaliforniában a 60-as évek végén, és ők alapították a DHL Express-t, és az ő nevükből él mai napig ez a név a világban. Második kérdés. Szerintetek mennyi járművel rendelkezik a DHL? Itt is vannak segítségű válaszopciók. 3, 9500, 24874, ez nagyon akkurátusnak tűnik, és a tanulmányainkból azt hallottuk, hogy mindig a legnagyobb számot kell bekarikázni. Vagy esetleg több, mint 30000. Ára ki szavaz? Senki, oké, ez helyes megérzés. B. Némi bizonytalanság, de senki nem teszi fel a kezét. C esetleg. Itt már szerintem otthon is sokan föltették a kezüket. Oké, és a D? Itt a teremben a D-re szavaznak a legtöbben. És nézzük meg. Hát helyes volt a tanulmányainkból szedett analógia. Bizony, több mint 30000. Bár szerintem a tevének az utóbbi időben lehetnek rendszám gondjai a Közel-Keleten. De 38.600 jármű volt ennek a népszámlálásnak a végeredménye. Azért mondjuk az is egy érdekes kérdés lehet, hogy ezzel az autóval vajon mit szállítunk. De valóban, hogyha összeszámoljuk a DHL tulajdonában álló
földi, légi és egyéb mindenfajta szállítóeszközt, akkor több mint 30 ezeres ez a szám, jelesül 38.600-at számlál. Nézzük a következő kérdést. Hát ez egy bonyolult kérdés. Milyen állatot nem szállított még a DHL? Ebből sejthetjük, hogy szállítottunk, illetve szállítunk állatokat. Ez egy nagyon speciális válfaja a tevékenységünknek. Lássuk, hogy mik a lehetőségek. Nem szállítottunk még barrakúdát, nem szállítottunk gyilkos bálnát, versenylovakat. Hát ez túl könnyű szerintem. Ki mondja, hogy A? Nem mondja senki többé. B? Akkor ki gondolta, amíg a D-t nem raktuk föl, hogy B? Nem kicsi egy gyilkos bálna. C? Azt sem mondja senki. Hát akkor nyilván a D, bizony. Hogyha gyorsan végig szaladunk, akkor nem is egy, hanem 21 versenylovat szállítottunk egy alkalommal Törökországból. Sikerült egyszer egy gyilkos bánát eljutatni Londonon keresztül Kanadába, a természetes élőhelyére, és egy nagyon speciális szállítmányként egy kifogott barrakúda lett lefagyasztva a British Virgin szigeteken, és őt is sikerült elszállítanunk Brooklynba, úgyhogy ez egy különleges szállítmány volt, és valóban egy szarvút még nem sikerült szállítanunk, de amint valaki talál egyet, és el szeretné küldeni bárhova a világon, szívesen fogadjuk a kérést. A következő dolog, már itt az előbbi videóra utalva, hogy milyen társadalmi célt nem támogatunk, vajon ebből is adódik a kérdés, hogy valószínűleg a többit igen. Oktatás, környezetvédelem, katasztrófavédelem, ez segítség lehet mondom az iménti videó, vagy pedig a parlagfűírtás. Na, melyik lehet a ára kiszavaz? Arra senki. B? Senki. C? Egy katasztrófavédelem, hogy azt nem támogatjuk. Neked majd még egyszer megmutatjuk a videót. És a parlagfűírtás. Hoppá! Akkor nagyjából sikerült kitalálnunk, hogy igen, az oktatás, a környezetvédelem és a katasztrófavédelem területén, minden területen jelen van a DHL csoport. Az oktatásban különböző programjainkkal, szállítmányokkal, illetve egyéb módon segítjük a fejlődő országoknak az oktatási rendszerének a felzárkóztatását, illetve a világban több országban fut az úgynevezett Go Teach program, amivel gyakorlatilag pályázatokon keresztül a helyi fiatal tehetségeknek az előrejutását, illetve a fejlődését segíti a DHL. Erre például Magyarországon is lehet pályázni. Részt veszünk a környezetvédelemben, ugye megmutattam nektek ezt a 38.600 járművet, ennek igen komoly környezeti lábnyoma van. A DHL csoport azt tűzte ki célul, hogy 2050-re a környezeti lábnyomát nullára csökkenti, ami azt jelenti, hogy minden egyes gram kibocsátott széndioxidot vagy egyéb környezetterhelő anyagot különböző környezetvédelmi programok keretében kivált a DHL csoport, tehát legalább annyi fát kell ültetnünk 2050-re, nagyon leegyszerűsítve a dolgot, mint amennyi kerozint mondjuk elégetnek a repülőink a levegőben. Ez azért egy nem kicsi kihívás, ezért van a 2050-es céldátum mögötte. Az előző ilyen programunkban 30%-kal csökkentettük a károsanyag kibocsátásunkat világszerte, ezt gyakorlatilag 2017-re elértük, a kitűzött cél az 2020 volt, úgyhogy kellett találni egy új célt. Hát rögtön a nullát meg is találtuk, és 2050-re tűztük ki ezt magunknak. Katasztrófa védelemről pedig láthattatok néhány képet a videóban, sajnos előfordul a világ több részén, hogy katasztrófa sújtott övezetekkel találkozunk, legyen az földrengés, vulkánkitörés. Általában a DHL, a Nemzetközi Hálózat
hálózatának köszönhetően a lehető leggyorsabban és a lehető legbiztonságosabb módon tud eljutni azokra a katasztrófa sújtott területekre, ahol a segítségre első körben szükség van, és erre egy speciális csoportunk, az úgynevezett Disaster Response Team, ez gyakorlatilag a DHL-nek a katasztrófa elhárító egysége, juttatja el elsősorban a nemzetközi segélyszervezetek által kezelt, küldött, gyűjtött segélyszállítmányokat a megfelelő területre, a megfelelő segítségre szoruló emberekhez. És valóban ilyen értelemben direktben a parlagfűrtés volt a kakukktojás. Ezt gyakorlatilag fel is öleltem ezt a diát az előbbiekben, úgyhogy akkor tovább is megyek a következő kérdésre. Vajon melyik vállalat működik a legtöbb országban és területen? De itt most nem fogom megmutatni a válasz lehetőségeket, hanem kimondja azt, hogy az Apple működik a legtöbb országban. Hű, de gyanús lehetek, mert senki nem mondja azt, hogy ez, hát mindenhol lehet iPhone-t kapni, nem? Oké, nem tudtam senkit erre elvenni. Ki mondja azt, hogy a McDonald's van a Földön a legtöbb országban? Azt sem mondja senki. Döbbenet. Ki mondja azt, hogy a Nike? Azt sem. Tényleg nagyon szakavatott lehet a közönség. Ki tippel esetleg a DHL-re? Aha, kizárásos alapon, igaz? Vagy már sejtetek valamit? Jó, nézzük meg. Hát valóban azt szoktuk mondani, hogy több országba szállítunk, mint ahány tagja van az ENSZ-nek. Ez tényleg így van. Körülbelül 220, attól függően, hogy éppen hány ország deklarálja magát újonnan a földkerekségen. 220 országban is területre szállítunk. A területet azért kell hozzátenni, mert ugye van olyan ország, amit az ENSZ mondjuk nem ismer el, ezeket területnek hívjuk, úgyhogy, de ezeken a területeken is megtalálható a DHL szállítmányozási szolgáltatása. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag a pólusok kivételével nincs olyan terület, amire ne szállítanánk, hogyha egy extrém példát kell mondanom, akkor még az Antarktiszra is szállítunk, és ez így van a valóságban. Időről időre a kutatóállomásokra kell teherárút is szállítani a kutatóknak az ellátásához, ez is a DHL segítségével valósul meg. Hogy is néz ki, miből alakult ki ez a fantasztikus globális hálózat, amiről az imént beszéltem, és ez a sokrétű tevékenység. Hát egy nagyon egyszerű metódust találtak az előbb említett urak, amikor ők Kaliforniába összeverődtek. Gyakorlatilag a probléma abban merült fel, hogy nagyon sok áru, elsősorban romlandó áru, gyümölcs, zöldség érkezett Hawaii-ról az Egyesült Államoknak a nyugati partjára, hajóval, hajókkal, nagy hajókkal, konténerekben. És nagyon hosszadalmas volt ezeknek az áruknak a vámkezelése, hogy forgalomba juthassanak. Mi történt szegény banánnal, miközben várt a 35 fokban a konténerben? Megromlott. És a legtöbb terméknél ezt tapasztalták, hogy a hosszas várakozási idő a kikötőkben gyakorlatilag ellehetetlenítette a kereskedelmet, vagy nagyon nehézé tette, hiszen nagyon sok volt a vesztesége a kereskedőknek. A előbb említett három úriember pedig azt találta ki, hogy mi lenne, hogyha azokat a számlákat, illetve kísérő dokumentumokat, amik ezekkel az árukkal együtt közlekedtek hagyományosan, előre küldenék egy repülőgépen, ami sokkal gyorsabban odaér, mint míg a hajó odaúszik, és a köztes napokat arra használnák föl, hogy ezt a vámkezelést a papírok alapján elvégzik a kikötőben, és amikor beérkezik az áru a kikötőbe, akkor már csak idézőjelben konstatálni kell, hogy igen, ez az az áru beazonosítható formában, és gyakorlatilag lezajlott a vámkezelése, azonnal gyakorlatilag eladhatóvá vált, bekerülhetett a boltok polcaira a termék. Na hát ebből a korszakalkotó ötletből született egy iparág, amiről az előbb láthattátok a videót, ami nélkül ma már gyakorlatilag elképzelhetetlen az életünk. Ez innen indult 1969-ben. Így nézett ki a DHL valamikor a 70-es, 80-as években. Nagyon hamar ugyanis ez az ötlet nagyon nagy igényekkel találkozott a globális kereskedelem részéről, és egyre többen keresték meg
az előbb említett három urat, hogy ugyan már nekik is szállítsanak hasonlóképpen akár dokumentumokat, akár majd a 70-es évek közepétől kezdve kis csomagokat is, hiszen ahogy a klasszikus filmbéli idézet hangzik, hol van az előírva, hogy egy repülő csak dokumentumokat szállíthat. Valóban a egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy ezek csomagok, ez a rendszer csomagok szállítását is lehetővé tegye. Úgyhogy a 70-es évek közepétől elindult a csomagszállítás is, és ez nagyon hamar, nagyon komoly méreteket öltött. Gyakorlatilag már a 70-es évek második felében a világ több országában megalakult a helyi DHL szervezet, ami nyilvánvalóan arra a funkciójára jött létre, hogy az odaérkező, illetve az onnan induló áruknak ezt a fajta gyorsított kiszállítási módját lehetővé tegye és fogadja. Gyakorlatilag két évtized leforgása alatt, mint egy ilyen pionír telepes tevékenység, képzeljétek ezt el, részem volt abban a megtiszteltetésben, hogy beszélhettem régi DHL-es kollégákkal, akik ebben a terjeszkedésben még a 80-as évek folyamán részt is vettek. Gyakorlatilag, ahol egy országban igény mutatkozott arra, hogy valamilyen küldeményszállítás vagy dokumentumszállítás kereskedelemhez kapcsolódóan megtörténjen, ott a DHL ezekre az igényekre alapozva alapított egy irodát, és megkezdte a tevékenységét, jellemzően a repülőterek közelében, és megkezdte a küldemények felvételét, illetve a kiszállítását az adott országban. Így jutott el többek között 1984-ben már Budapestre. Tegye fel a kezét, aki élt már 1984-ben. Hát, hál' Istennek nem én vagyok az egyedüli, de nagyon kevesen, és már akkor Magyarországon egy vegyes vállalat keretében megvalósulhatott a küldemények felvétele, illetve kiszállítása a DHL segítségével. Itt egy nagyon-nagyon szöveggel teli diát raktam föl röviden a DHL történetéről. Az elsőt nagyjából át is beszéltük, ennek a nagyon gyors terjeszkedésnek két évtizedig tartott. Gyakorlatilag minden kontinensen megjelent a DHL ebben a körülbelül 20 éves intervallumban, és a 90-es évektől kezdve folyamatosan egyre inkább fejlődött, gyorsult maga a szolgáltatásnak a természete. Megjelent az e-mail, a világon elsőként a DHL 1995-ben lehetővé tette az e-mailes nyomonkövetést. Kijött már 1995-ben. Oké, egyel kettővel több kéz, de gyakorlatilag a teremben lévők 60-70%-a még nem is élt, amikor már e-mailen nyomon követhető volt egy küldemény, és ki beszél ma már e-mailről, mint tudjuk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a nagyon gyors fejlődés és digitalizáció a 90-es években indult el, és ennek a szállítmányozásban a DHL az élére állt. Aztán mikor lett az az előbb látott piros-fehér autó, sárga, amit ma mindenki lát az utakon, nálunk is Magyarországon, körülbelül 2002-re tehető, amikor a német posta úgy döntött, hogy megvásárolja a DHL-t, és komolyan belevág egy globális szállítmányozási vezető pozíció megszerzésébe, és ekkor a német posta színeiből vegyülve alakult ki a mai sárga-piros arculat. Jó, erről én nagyon többet nem mondanék, inkább arról, hogy mit jelent ma ez a dolog számokban. Hát, hogyha az express csomagszállítást nézzük, beszéltem már a 220 országról. Gyakorlatilag a hálózatunk, egy nagy hálózatot képzeljetek el, egy úgynevezett csillagpontos hálózatot, ami átszövi az egész világot. Kicsit hasonló az internethez, csak vannak benne ilyen nagyon központi helyszínek, tehát abban különbözik az internettől például, hogy az internet ugye nagyon szétterje, de vannak benne ilyen központi pontok, ez a három globális elosztó, illetve a 19 regionális elosztó központ, ahova úgynevezett gerinchálózati járatok futnak be, repülnek be és szállnak föl és le folyamatosan, és viszik és hozzák a küldeményeket. Több mint 2,6 millió ügyfél,
több mint 1450 létesítmény világszerte, a járművek számáról már beszéltünk. Beszélnünk kell még nagyon sok repülőgépről, mintegy 250-ről. És ami még érdekes, amit még itt kiemelnék, az az, hogy 180 millió küldemény jelen pillanatban évente, amit megmozgat ez a rendszer. Világszerte, ez egy nem kicsi szám, és még azért vannak ennek a piacnak más szereplői is, akik szintén nagyon nagy milliós nagyságrendben mozgatnak meg küldeményeket, tehát azt nagyjából el tudjátok helyezni, hogy mekkora volumenű tevékenységet jelent ez. Robogjunk tovább, mi mindenben veszünk részt, ugye ezt már érintettük, hogy a szállítmányozás révén igazából azért, hogyha megnézzük a száraz tények mögött mi van, akkor általában emberi, illetve gazdasági történetek, történések vannak. Ugye beszéltünk már itt a katasztrófavédelemben nyújtott segítségről, vagy a fejlődő országokban a tanulmányi programoknak a támogatásáról, de a logisztika segítségével, az express logisztika segítségével elérhetővé váltak olyan dolgok is, amik korábban elképzelhetetlenek voltak. Tehát az, hogy mondjuk itt láthatjuk az idős hölgyet, aki egyébként éppen a vállalkozását menedzseri egy telefonról, egy olyan területen, ahol mondjuk lehet, hogy kevéssé gondolnánk, hogy vállalkozást tudsz menedzselni, tehát ő neki az eszközök, illetve a szükséges infrastruktúra, ahhoz, hogy oda jusson ezekre a területekre, ahhoz szükség van az express logisztikára, és akkor rögtön jön a dolognak a szépsége is, hogyha már nyújtottunk segítséget ennek az infrastruktúrának a felépítésében, ami mondjuk mobiltelefon hálózatokat jelent, az ahhoz szükséges alkatrészeknek az eljuttatását mondjuk egy afrikai országba, akkor lehetővé válik az ő tevékenysége is, amivel ő is majd szállítmányokat fog generálni, hiszen hogyha ő már a szomszédvárosba szeretne elküldeni valamit, amit tőle megrendelnek, mondjuk nem tudom milyen állat van ott, és nem szeretnék tévedni, hogy antilop tejet forgalmaz, akkor már hogyha ez a termék létezik, akkor ő is majd egy idő után a szállítmányozási logisztikai tevékenységet fogja keresni, és remélhetőleg a DHL-nél meg is találni. Jó, tehát így épül fel ez a történet. Néhány tényt elmondanék azért a háttérből, ebből az elmúlt szűk 50 évből, ami a DHL történetét jellemzi. Hát itt van az első autó, ami küldeményeket szállított ki. Kevesen gondolnák róla. Ez egy Plymouth Duster típusú csodajárgány, és amint láthatjátok, kicsit más volt még a cég mérete 1969-ben az alapításkor, úgyhogy nem csak futárautóként, hanem irodaként és motelszobaként is szolgált. Ezt nem ismernék mélyebben belemenni, hogy ez mit jelent. De tény, hogy az első autó, amely kiszállítást teljesített a DHL-nél, az egy ilyen típusú autó volt. Milyen szállítmányaink voltak, amik érdekesebbek így a múltból? 1973-ban egy Beth Norton nevű hölgy 320 kg süteményt küldött a fiának és bajtársainak az amerikai haditengerészet fregatjára a DHL-lel. Ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy ennek a szállítmánynak a fregatra kellett megérkeznie, és sikerült pontosan karácsonyra kézbesítenünk a karácsonyi süteményt a harcoló alakulatoknak. Ez egy nagyon érdekes lába a szállítmányozásnak. Magyarországról is ment egyébként Mákos Beigli karácsonykor, amikor a magyar alakulatok kint valamilyen küldetést teljesítettek. 1978-ban történt meg, hogy az angol királynő egy kisebb podgyászt sikerült felhalmozzon. Ugye ennek a hírértéke kettős, ugye az egyik az, hogy ma ugyanaz még az angol királynő, mint 1978-ban, hiszen a leghosszabban uralkodó angol uralkodóról van szó, és hogy a másik pedig az, hogy szerintem világrekorder második Erzsébet ezzel a 2316 kg-os podgyásszal. Ezt Washingtonból Miami-ba kellett szállítani. Hát egy külön repülőgép kellett hozzá. Ezzel sikerült ezt a feladatot a DHL-nek teljesítenie.
nem merek találgatni, hogy mi emésztette föl ezt a 2300 kg-ot. És akkor mindezek után, egy kis történeti betekintés után egy játékot szeretnénk veletek lebonyolítani, hogyha ebben a partnereink lesztek, mégpedig szeretnénk egy kicsit itt a teremben virtuálisan modellezni, hogy mi is történik, amikor egy csomag feladásra kerül, hogyan történik mi a csomag útja igazából a DHL rendszerében, amikor elindítunk valamit. 7 darab önként jelentkezőre lenne szükségem. Egy már van, köszönöm szépen, nagyon bátor fiatalember. Lehet csatlakozni. Nem egy bonyolult játék, tehát 1, 2, 3, 4-en vagyunk. Gyertek lányok, vegyetek részt, egy kicsit játszunk. Én hozom a puskámat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meg vagyunk 7-en, köszönjük szépen az önként jelentkezést. Itt mögöttetek találtok különböző karakterkártyákat, és mindenkinek meg kéne ragadnia egy szimpatikus kártyát az asztalról. Ugyanis önként jelentkezőink fogják megszemélyesíteni a szállítási folyamatban résztvevő szereplőket. Megvan? Mindenkinek van kártyája? Oké, akkor ki lesz a feladó? Van olyan, hogy feladó? Te vagy a feladó. Megtennéd, hogy felolvasod csak a karakteredet érintő részt? Igen. Idáig jó, amíg nem az, hogy feladat, jó? DHL csapatcsomag játék szerepkártyának feladó Anna Egerből. Üdvözlünk, Anna! Köszönjük, hogy a DHL Express szolgáltatását választod. A feladók nélkül nem működne a cég, hiszen tőlük kapjuk a rendeléseket. Ma reggel eszedbe jut Oszlóba élő nagymamád, akinek megígérted, hogy küldesz egy fényképes naptárat a családokra. Oké. Tehát Anna feladónk, aki Oszlóban élő nagymamájának szeretne egy fényképes naptárat küldeni. Szuper! Van-e magyar futárunk? Ki lesz a magyar futár? Te leszel a magyar futár. Akkor te válassz egy nevet, mert azt hittük, hogy egy fiú lesz. Én ezt választom. Jó, oké, te leszel, oké. Átlényegülsz, József, rendben. Olvasd el, légy szíves, te is a feladatig, jó? Tehát idáig. Idáig, oké. Magyar futár, József Budapestről. Üdvözlünk, József, köszönjük, hogy a DHL Express futárcsapatát erősíted. A futároknak jelentős szerepe van egy csomagszállító cégnél, hiszen ők a cég arcai. A futárok veszik át a küldeményeket a feladóktól, illetve kézbesítik a csomagokat a címzetteknek. Ma reggel egy üzenetet kaptál a futár szkenneredre egy családi naptárat tartalmazó csomagról. Hú, szuper! Itt már azért elég komoly szakkifejezések hangzottak el. Ez egy szép feladat lesz, szuper! Egyébként nagyon jó lányfutárok vannak, csak mondanám. Van egy raktárosunk elméletileg. Ó, szervusz raktáros! Neked miről szól a karaktered? Raktáros János Budapestről. Üdvözlünk János, köszönjük, hogy a DHL Express raktári csapatát erősített. A raktárosoknak az a feladata, hogy ellenőrizzék a csomagokhoz kapcsolódó dokumentumokat, adatokat és raktáron belül a megfelelő szállító járműhöz biztonsága küldeményét. Ma reggel egy Norvégiába címzett csomag érkezett a raktár. Szuper, idáig. Oké? Van egy olyanunk, hogy vám. Van egy vámosunk. Te vagy a vámos? Igen. Szuper! És ő egy lány, Regina. Aha. Üdvözlünk, Regina, köszönjük, hogy a DHL Express vám csapatát erősíted. Egy vámügyintézőnek nagyon fontos szerepe van egy csomagszállító cégnél, hiszen ők ellenőrzik, hogy a küldemények dokumentációja megfelele az aktuális vámszabályoknak. Szuper! Oké. Ez egy izgalmas karakter. Hát ez a kedvencem. Pilóta. Ki a pilóta? Te leszel a pilóta, de egy szuper. Itt nyugodtan, idáig, jó? Amíg a döntbe tűn. Aha. Jó.
A pilóta az a személy, aki nélkül nem jut el a célországba a csomag. A flotta két pilótából és egy loadmaster, igen. Valamint egy ground engineer, ő egy földi mérnök. És egy teherszállító gép esetén a pilóta felé felel a gépért, míg a másik két személy az áru elhelyezkedésért és a szükséges javításokért. Szuper. Oké, tehát te vagy a pilótánk, oké. Van egy norvég futárunk is. Te vagy Magnus a futár, szuper. Norvég futár, Magnus Oslóból. Üdvözlünk Magnus, köszönjük, hogy a Dialect Express futár csapatát erősített. Ahogy erről már beszéltünk, a futárokból szikert a küldeményeket a feladóktól, illetve kézbesítik a csomagokat a címzetteknek. Ma reggel egy üzenetet kaptál a futárszkemeredre egy Magyarországról érkezett csomagról. Szuper, köszönöm szépen. És akkor van egy címzettünk. Te vagy a címzett, szuper. Üdvözlünk, nagymama! A címzet az a személyeknek a csomagot szállítjuk, és ő várja el, hogy gyorsan és pontosan megkapja a várva várt csomagját. Ma reggel kapsz egy telefonhívást, hogy feladta az unokád az ígért naptárat. Szuper! Oké. Akkor mindenkinek megvan a kis szerepe, és akkor most az lenne a kérésem, egy nagyon komoly feladatotok lesz, hogy próbáljuk meg megkeresni itt a teremben, körben elhelyeztünk különböző fontos pontokat és hozzá tartozó eszközöket. Hogyha elolvassátok a kártyátokon lévő feladatot, akkor megpróbáljuk megtalálni, hogy mi az. Kezdjük Annával, aki ugye a feladónk lesz, hogy vajon mi a feladat, és hol lehet a helyed. Tehát a DHL Express-től, hogy elvigyenek a naptárra tartalmazó csomagomat a nagymamámhoz. Oké, tehát neked annyi a feladatod, hogy rendelj egy futárt, hogy elvigye a csomagodat a nagymamához. Akkor légy szíves, nézz körbe, hogy hol lehet a te pozíciód, keresd meg légy szíves a feladónak a helyét. Jó. Azt hiszem, hogy egy elég árnyas helyen laksz a periódusos rendszer árnyékában. Rendben, szuper. Futárunk, József, neked mi a feladatod? Feladatod az, hogy átvedd a csomagot a megadott címről, és elvidd a DHL Express reptéri központjába, itt add át a raktárosnak. Oké. Na, akkor keresd meg, légy szíves, te is a helyedet, hogy hol lehetnek a te eszközeid. Szuper, és vedd is magadhoz, légy szíves, az eszközöket, tehát lényegül járt, légy szíves, Józseffé. János a raktáros, ki lehet ő? Neked mi a feladatod? Feladatod az, hogy ellenőrizd a csomagon lévő dokumentumokat, hogy megfelelő-e a szabályoknak minden papír. Kiemelt figyelmet fordíts a tartalmára, ami jelen esetben egy naptár. Ellenőrzés után a csomag dokumentumait add át a vámügyintézőnek. Oké, neked nagy szerencséd van, mert Reginával fogsz akkor együtt dolgozni. Légy szíves, keresd meg akkor a raktárosnak a pozícióját, hogy hol lehet. Akkor Regina, te vagy? Uh-huh. Oké, szuper, vám. Mi a feladat? Feladatod az, hogy megvizsgáld a csomaghoz kapcsolódó dokumentumokat, és ha rendben találtad, szkennáld be, rögzítsd a rendszerben, majd küld vissza a raktárba. Úgy elég összetett feladatnak tűnik. Légy szíves, akkor próbáld meg te is megkeresni, hogy hol dolgozol. Gyanús, hogy közel Jánoshoz. Aha. Hát adtunk némi segítséget ebben. Oké. Okay. Pilóta. Kedves pilóta, mi a feladatod? Ezt a Budapest és Lipcse közötti járatát vezeted. Várd meg, amíg felpakolják a gépre a konténereket, majd indulj útnak Lipcse felé. Hát ez egy egyszerű melónak tűnik, oké. Okay. Egy A300-as Airbus van rá képesítésed? Ez a helyes válasz, rendben van. Hát légy szíves, akkor keresd meg a pilóta a helyszínt, oké, okay. És lényegül járt pilótává, légy szíves. Magnus, hozzád fordulok, neked mi a feladatod? Feladatod az, hogy átvedd a csomagot a DHL Express központjából és elvitt a címzetnek. Oké, okay. Próbáld meg megkeresni te is a helyedet, és lényegül járt, légy szíves, Magnusszá, jó?
Oké? És akkor van még nagymama, szerbusz nagymama. Mi a feladatod? Feladatod az, hogy ha megérkezik a csomag, akkor átvedd és visszahívd az unokádat azzal kapcsolatban, hogy megkaptad az ajándékot. Csúcs, szuper! Légy szíves, keresd meg akkor, hogy te is, hogy hol laksz. Bár ilyen közel lenne Oszló. Oké, rendben. Szuper. Úgy látom, hogy mindenki elfoglalta a pozícióját. Úgyhogy légy szíves, akkor próbáljunk meg ezeket a feladatokat végrehajtani abban a sorrendben, ahogy az e-mailt felolvastuk. Tehát Anna, légy szíves, te megrendelted a futárt, tehát elméletek te várod a futárt, aki majd átveszi tőled a csomagot. Úgyhogy jön József a csomagért. Jó, szuper. Neked hova kell vinned a csomagot a feladatod szerint? Az nagyon aranyos a teherautód, abba kéne beletenned a csomagot, de ez most nem feladat. Hova kell vinned? Reptéri központba. Oké, rendben. Akkor légy szíves, indulj el és keresd meg, hogy hol van a központ. És rutinosan egyből Jánosnak adta, és ezt képzeljétek, a valóságban is így történik, többé-kevésbé. Tehát János a raktároshoz került át a csomag a futár autójából. Raktárosunk pedig, mi a feladat? Válasszam ki azokat az eszközöket az asztalról, amelyek a fenti feladathoz szerinted szükséges. Oké, okay. Na lássuk, mi van itt az asztalon, illetve a széken. Húha, van itt szkenner, ő lesz majd a szkenner. Van itt vámeljárásra történő meghatalmazás, azt szerintem oda kell majd adnunk Reginának. Hű, mennyi papír. Gondoltátok volna, hogy ennyi papír tartozik egy csomaghoz? Van itt egy fuvarlevelünk is, ez szuper. Szerintem ezen... ez hozzá. Igen, ez hozzá tartozik, mert ez elméletileg rajta kell, hogy legyen a csomagon. És itt tudod ellenőrizni, hogy mi a tartalom. Itt meg tudod nézni, hogy hova megy. Mi a célállomás, és azt is, hogy ki a feladó és ki a címzet, hogy mindenki legyen rendesen töltve. Ha ezek az adatok rendben vannak, akkor itt van egy papírkánk, vámkezelési meghatalmazás. Még van egy nagyon fontos papírunk, amit nem emeltél föl. Ez a számla, mert hogy Norvégiába megyünk, és a norvégiai csomagokhoz kell, hogy küldjünk számlát is, mert hogy vámkezelésre lesz szükség. Jó, úgyhogy légy szíves, akkor ezeket a papírokat add át a Reginának, jó? A csomagot nem kell, a csomag marad a raktárban, csak a papírokat add oda neki, és majd ő ellenőrzi. Odaadhatod neki a fuvarlevelet is, kapjon belőle egy másolatot, hogy tudja, hogy melyik csomagról van szó. Nyugodtan letépheted róla az egyiket, akár nálad is maradhat, hogyha szereted a fuvarleveleket. Nagyon. Nagyon szereti a fuvarleveleket. Oké, okay, és akkor légy szíves, egyet tarts magadnál, a többit add vissza Jánosnak, hogyha rendben van a többi dokumentum. Jó, légy szíves, János, ezeket tegyük vissza a csomagra, mert ez fontos, hogy végig vele menjen. És akkor légy szíves, szkenneljük le ezt a csomagot, légy szíves itt a vonalkódra, ami a fuvarlevélen van. Hú, szuper, ez egy óriási szkennelés volt. Gyakorlatilag ezzel elláttuk a megfelelő státusszal ezt a csomagot, hogy most már mehet a repülőbe. János, elviszed légy szíves a pilótának, mert a pilóták nagy urak, ők nem jönnek el érte. Légy szíves, vidd el a repülőhöz, jó? Voltam, amíg nem voltak számítógépek és szkennerek, addig ez hogy történt? Hát ez papír alapon történt. Ez mind papír alapon történt, és ne csipog. És ez mind úgy történt, hogy a szkennereket a manuális adatrögzítés helyettesítette akkor még, vagy előzte meg, és ez azt jelentette, hogy embereknek fizikailag el kellett vinni a papírokat A pontból B pontba, ott berögzítették a megfelelő adatokat, ellenőrizték, ez bekerült a rendszerbe, és utána a papír ment tovább a maga útján. Ez is egy elég összetett feladat volt, hála Istennek ma már a technológiai vívmányok segítségével ez egyszerűsödött. Pilótánk, megmarakva a repülőd? És még mindig magabiztosnak érzed magad, hogy felszállsz egy Airbusszal, ugye? Hoppá, a pilóta elbizonytalanodott, ez sosem jelent jót. Megnyugtatlak téged, most én leszek a Loadmaster segítséget, hogy minden csomag a helyére került a repülőgépen. Ez egy külön szakma egyébként,
úgy, hogy felszállhatsz. Légy szíves, szállj föl, és repülj el Lipcsébe. Aztán, hogyha időd engedi, és még nem jött el a kötelező pihenőidőd, akkor egy másik repülőgéppel még repülj el Oszlóba is. Jó, ezt most gyakorlatilag egy etapban teljesítsd, légy szíves, és Magnusnak add át, légy szíves, a csomagot. Magnus, megkaptad a csomagot. Neked van egy ilyen okos kézi futárszkennered, ami úgy néz ki, mint egy telefon, de igazából már az egy szkenner, ami a futárok munkáját segíti. Légy szíves, akkor kapd a kezedbe a szkenneredet, és hogyha elolvastad, hogy hova szól ez a küldemény, jelesül a nagymamának Oszlóba, akkor juttasd el, légy szíves, neki a csomagot. Hát egy nagyon profi kézbesítést láthattunk, kedves nézőim. Eljutott a csomag Oszlóba, és gyakorlatilag nem nagy a különbség a valóságban sem. Így sikerül eljutatni egy csomagot a rendszer különböző pontjain keresztül, a lehető leggyorsabban, jellemzően 24 óra leforgása alatt Magyarországról Norvégiába. Köszönöm szépen a segítséget, nagy jövő áll előttetek futárként, pilótaként, raktárosként, vámügyintézőként, illetve hát feladóként és nagymamaként is. Köszönjük szépen. Mindenki visszalényegülhet eredeti valójában. Egy kérdésünk van itt a teremben. Küldeni Budapestről Oszlóba ezt a csomagot mondjuk kevesebb, mint 24 óra alatt. Van erre lehetőség, és ha igen, mennyi ez az idő? Hú, de jó a kérdés. Bizonyos speciális körülmények között van erre lehetőség, mint ahogy pontosan Norvégia esetében, ha nem is Oszló volt a célállomás, hanem egy sokkal egzotikusabb helyszín, a Luleå nevezetű hely Norvégiában, aminek a közelében egy nagyon nagy ismert közösségi oldalnak egy szerver parkja üzemel, ami gyakorlatilag az egész európai hálózatnak a szerver háttere. Ott melegedett egy tápegység, amit ki kellett cserélni, és ez véletlenül pont Magyarországon állt rendelkezésre, vagy talán nem is annyira véletlenül, és Magyarországról erre a Luleå nevezetű helyre kellett eljutni, hát amilyen gyorsan csak lehetett. Ilyenkor különböző lehetőségeket mérlegelünk, jellemzően egy direkt repülőjárat, egy úgynevezett charter repülőjárat, ami kifejezetten dedikáltan erre a küldeményre bérelnek ki, szállítja el a küldeményt a lehető leggyorsabban, a legnagyobb sürgősséggel a célállomásra. Ilyen helyzetek időről időre adódnak, és erre megfelelő szolgáltatásokkal a DHL Express is készül. Jó, hát megmutatom, hogy gyakorlatilag mit hajtottunk végre. Igazából sokkal szemléletesebb volt, illetve sokkal profibban végrehajtottátok, mint amennyire én ezt meg tudom mutatni. Ez egy nagyon bonyolult ábra. De gyakorlatilag így néz ki a történet. Ugye egy kis segítséggel. Ugye itt van Anna, aki megrendeli a futárt. Hol rendeli meg? A DHL ügyfélszolgálatánál. Itt az ügyintézők segítenek, már berögzítik a küldeménynek az adatait, tehát nem kell még egyszer bármit elmondani, ez teszi lehetővé azt, hogy amikor a futár kijön a küldeményért, ő tényleg csak elveszi a dobozt, csipog egyet a vonalkódon, és onnantól kezdve minden megy a maga útján. Itt gyakorlatilag ezzel nagyon sok időt takarítunk meg, és a mi iparágunkban az idő az nagyon nagy érték. Itt, hogyha tovább megyünk, akkor már az ügyfélszolgálati ügyintéző egy úgynevezett bookingot, azaz futárrendelést rögzít, ami átmegy egy úgynevezett dispatcher funkción keresztül. Ezek olyan emberek, akik nagyon jól ismerik az adott országnak a futár útvonalait, és hogy az adott futár éppen hol van, gyakorlatilag valós időben követik a futároknak az útját, tudják a megfelelő futárhoz küldeni ezt a megrendelést, és a futárnak abban a kicsi mobil eszközében, amit láthattatok, amit Magnus és József is olyan profin használt, megjelenik az, hogy nekik küldeményt kell felvenni az adott címről Annától. Amikor ez megtörténik, ők elviszik a legközelebbi DHL depóba, ahol
József és raktáros társai rögzítik a küldeményeket, és megfelelő státusszal látják el. Minden egyes ilyen ponton, ellenőrzési ponton, a felvételt követően a küldemény kap státusz frissítést. Miért fontos ez? Mindig szeretnénk tudni, hogy hol tart a csomagunk. Igaz? Milyen bosszantó az, amikor a jellemző online piacterekről rendelünk valamit, és akkor azt írják, hogy valamikor április 25 és június 25 között majd megérkezik. Ugye? És ettől nem is kapsz pontosabbat. Na, a DHL-nél nem így van, hogyha express szállítanak egy csomagot, arról minden ilyen egyes pontjáról kap a rendszerünkön keresztül értesítést. Akár a feladó, akár a címzett is, annak függvényében, hogy milyen beállítások élnek. Jó, ezeket mindig rögzítjük, bárhol a világban, ez ugyanolyan, mint a sajtburger, nem tudok jobb példát mondani, ami ugyanolyan a Hongkongban, mint Kaliforniában. Ezek az ellenőrzési pontok ugyanolyan módon kerülnek rögzítésre Hongkongban, mint Kaliforniában. Ez biztosítja azt, hogy 15 percen belül látható lesz ez a státusz, akár itt mondjuk egy magyarországi feladó számára is, hogy hol tart éppen az ő adott csomagja. A service centerből elkerül erre a bizonyos gateway-re, amit gateway-nek hívunk, ez általában az a feldolgozó központ, az országban a legnagyobb feldolgozó központ, ami az összes export indítását és az összes import érkeztetését végzi, itt kerül repülőre a küldemény, és onnantól kezdve repülőjáratokon keresztül, egy vagy több, ez ugye attól függ, hogy hova megy, itt az előbbi példában láthattuk, hogy előbb az Európai Elosztó Központba, Lipcsébe kerül a küldemény, és onnan repül egy másik járaton Oszlóba, gyakorlatilag eljut a célállomásnak a hasonló nagy DHL feldolgozó központjára, ott a beléptetési vámkezelést elvégzik, tehát ugyanolyan, mintha mi utaznánk és a podgyászunkat átvilágítják, illetve hogyha vámköteles árúról van szó, akkor a megfelelő dokumentációkat megkapja, és ezután válik kiszállíthatóvá a küldemény. Ez mit jelent? Eljut a rendeltetési cím szerinti szintén DHL-es depóba, tehát ugyanez a folyamat zajlik le visszafelé, onnan futárautóba kerül, és Magnus már ki is szállíthatja a nagymamának a küldeményt. Jó, röviden ez a küldemény útja. Nem tudom, ehhez van-e kérdés? Nincs. Hát, hogyha egy kicsit még bonyolítani akarjuk ezt a képet, hogy hol közlekedik ez a 250 dedikált repülőgép, akkor itt látjuk a három nagy globális elosztó központot, egy Ázsiában, Hongkong, Európában Lipcse, Észak-Amerikában pedig Cincinnati. 500, több mint 500 repülőtéren teljesítünk járatokat, tehát ez a három elosztó központ 500 repülőtérre érkeztet és továbbít járatokat. Nagyjából el lehet osztani a számot, hogy körülbelül mennyi járatot kezelnek minden nap, nap mint nap az év során ezek az elosztó központok. Lipcsében több mint 70 járat fordul meg pár óra leforgása alatt. És hogyha csak azt gondolnánk, hogy leszáll egy gép, majd utána felszáll, akkor ez nem így van, közben a csomagokat ki kell venni, le kell szortírozni, jellemzően több országnak a csomagjai közlekednek egy-egy repülőgépben, szét kell válogatni azt szerint, hogy milyen célországokba mennek, és eszerint több másik repülőt pedig meg kell rakodni ezekben az elosztó központokban, amit említettem, pár óra leforgása alatt, tehát az igazi kihívás ebben a hálózatos rendszerben az, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent kell csinálni a csomaggal, annak érdekében, hogy a menetrendet tartani tudjuk, és a kézbesítési idők, amiket vállalunk az ügyfeleink felé, azok teljesüljenek. Hát ez a rendszer segít benne. Lehet, hogy nem tettem egyszerűbbé a szavaimmal ezt az ábrát, de nagyon szerintem nem is lehet. De hogyha kérdés van, akkor szívesen válaszolok majd rá, akár adáson kívül is, ahogy mondani szokták. Mi a jövő? Ó, bocsánat, van egy kérdés. Ezek a gépek menetrend szerint mennek, és ha mondjuk nincs csomag Magyarország és mondjuk Norvégia között, akkor kimarad a repülőjárat? Vagy ez hogy történik? Ismét nagyon jó a kérdés. Menetrend szerint mennek a gépek, és gyakorlatilag a hálózat úgy van rugalmasan felépítve, hogy kezeli a volumen változásokat, ami azt jelenti, hogy ha például karácsony előtt vagyunk Magyarországon, akkor nem két repülőgép érkezik Budapestre, mint általában rendszeresen, hanem három, de akár négy is,
Miért? Mert karácsonykor szeretünk ajándékozni, nagyon sok mindent rendelünk külföldről, plusz nagyon sok külföldi rendel nagyon sok mindent, amit Magyarországon gyártanak, és ezért Magyarországra kell hozzá alapanyag, úgyhogy karácsony előtt akár 3 vagy 4 repülőgép is érkezhet Budapestre, pont ezek miatt, az okok miatt, és ugyanez igaz bármilyen relációra, hogy igyekszünk dinamikusan kezelni a volumen változásokat, hogyha mondjuk adott napon Magyarországról Norvégiába nem lenne küldemény, nem okozna problémát, hiszen a lipcsei járatunkon az egész világ küldeményei utaznak, és Lipcsében mondjuk a mi egy dobozunk, ami önmagában nem töltene meg egy repülőgépet, csatlakozik a világban feladott összes oszlói küldeményhez, és az tölt meg egy repülőjáratot, ami elviszi a küldeményeket Oszlóba. Ez ennek a csillagpontos rendszernek a lényege. Oké, beszéljünk a jövőről. Pár szóban, mert lassan a végére érünk a mai napnak. Miről szól a jövő? Nem tudom, ki látott már ilyeneket. Drónokkal mindenki tisztában van nagyjából. Kinek van otthon drónja? Kezeket fel. Hoppá, vannak azért kezek. Jól van. Ki gondolta volna, hogy szállításra is lehet őket használni, nem csak a szomszédokat lefényképezni? Az már kevesebb kéz, valóban. A DHL élen jár annak a tesztelésében, hogy hogyan lehet a drón technológiát a szállításban is bevetni. Mit gondoltok, hol használják a drónokat? Csak tipp. Hol használhatják, ha csak mondjuk földrajzi helyekre gondoltok? Vagy bármelyik videóra, amiről beszéltünk? Hogy? Mire gondolsz? Igen, a légi felvételeknél nagyon sokat használnak drónokat, és hogyha szállítunk velük, szerintetek, csomagot szállítunk. Itt van egy csomag ebbe a kis kapszulába, és viszi a drón. Hova viheti? Tipp? Csodálatos. Így van. Nagyon szakértő a közönség. Például egy sivatagi környezetben, de akár, hogyha Európából nem megyünk nagyon ki, egy magas hegyi környezetben, tehát gondoljatok arra mondjuk, hogy tél közepén a Kékestetőre milyen nehéz feljutni, mondjuk, hogyha leesik 50 centi hó. Ilyen területeken, úgynevezett kieső vagy nehezen megközelíthető területeken a drónok nagyon nagy segítséget nyújthatnak a futároknak, ezért folyamatosan fejlesztjük ezt a technológiát, ami reményeink szerint nem sokára majd éretté válik arra, hogy a élesben is bevethessük. Most már a harmadik generációs drón, aki küldeményeket képes szállítani. Őt például pont ilyen alpesi körülmények között tesztelték, mínusz 20 fokban és igen magas tengerszint feletti magasságon. Ha tovább megyünk, néhány példa. Ugye itt az önvezető, kiszállítást végző futárautó, az egyik ilyen, aki intelligens is, tehát tud kommunikálni például ezzel a csomagkiszolgáltató állomással, vagy csomagautomatával, ahogy mai népszerű nevén hívjuk. És ez a kedvencem igazából, a Sidewalk nevezetű csoda, aki gyakorlatilag képes a futárt követni, tehát hogyha van egy olyan csomag, ami mondjuk kézi erővel nehezen mozgatható, és ezt mondjuk egy olyan helyre kell feljuttatni vagy eljuttatni, ahol szintén nehezen megközelíthető a környék, akkor gyakorlatilag a futárt követve, vagy akár önállóan ez a kis masina képes a végcélhoz eljuttatni a csomagot. Azt ne kérdezzétek, hogy miért van rajta egy színes masni, de nagyon szimpatikus. Hát ő aztán már egészen futurisztikus. Ő egy hajó, aki szolár technológiával működik, és ha jól látom, akkor egy ilyen szárnyas hajó elven is még gazdaságosabb. Ugye a tengeri szállításról azt kell tudni, hogy egy nagyon bonyolult része a tevékenységünknek, és a tengeri szállításban nagyon sokszor nagyon fontos az, hogy gazdaságosan, költséghatékonyan mozgassunk meg árukat. Ez egy olyan módja a tengeri szállításnak, mert a tengeri szállítás az nem gyors. Amivel lehet gyorsítani a tengeri szállítást, mégis valamilyen szinten gazdaságosan tartani az áruknak a mozgatását, és az ő hasában van benne a sok-sok csomag, és ő képes, mivel nem túl nagy méretű, képes egészen civil helyekre is oda parkolni. Egyébként szerintetek a DHL Expressnél van-e hajó? Aki figyelt a járműves diánál, az,
az már bólogat is, hogy igen, bizony, hogy van. Például Amsterdamban, ahol nagyon sok a folyó és a csatorna, még elosztó központ is működik vizen, ahova oda parkolnak ezek a kis futárhajók gyakorlatilag, úgyhogy bárki, akinek motorcsónak vizsgája van, és esetleg nem Magnus, hanem például Johan képében szeretne Amsterdamban szolgálatot teljesíteni, azt szeretettel várjuk a futárhajókra. Hát, ő nem nagyon látszik, de ő egy nagyon nagy megapolisz, valahogy így fog kinézni a jövő a ma nagyvárosaiban, és igazából erre a kis részletre szeretném itt fölhívni a figyelmet. Ők ezek a vákum elven működő úgynevezett Hyperloop kapszulák, ahol szintén, bár ugye ennek a fő élharcosa Elon Musk ugye elsősorban személyszállításban gondolkodik. Ezek majdhogy nem hangsebességgel száguldó kis kapszulák, amik nagyon gyorsan célba juttathatnák rövid távolságokon az embereket. Mondjuk egy Tallinn-Helsinki távolságot tudok elképzelni, amiről van konkrétan adatom, amit kiszámoltak, hogy egy 100 kilométeres, körülbelül 100 kilométeres távolságot pár perc alatt lehetne megtenni ezzel az eszközzel. Na ezt is például próbáljuk használni, illetve fejlesztjük abban az irányban, hogy ne csak embereket szállítson, hanem csomagokat is, ha már ezek a pályák majd létrejönnek a jövő nagyvárosaiban. Egészen félelmetesen hangzik, de kész van az első tesztpályája az Egyesült Államokban, és közlekedik a vákumos kapszula, szeretném jelenteni. Úgyhogy nagyjából a végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, külön köszönöm a nézőknek, akik velünk maradtak és velünk tartottak. Reméljük, hogy sikerült a express logisztikát egy kicsit közelebb hozni hozzájuk, hozzátok is, és nagyon szívesen várjuk a kérdéseiteket a különböző fórumokon, hogyha ezzel kapcsolatban lenne kérdés. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Zoltánnak, azon egy nagy tapsot megérdemel az előadók, és biztos vagyok benne, hogy ha legközelebb csomagot adunk fel, vagy csomagot válunk, akkor kicsit máshogy fogunk gondolni a csomagra, illetve lehet, hogy a futára is. Van-e kérdés itt a helyszínen? Amennyiben nincs, utána még nyugodtan Zoltánhoz, vagy kollégához fel lehet tenni ezt a kérdést. Egy záró kérdés, mi volt a magyarországi DHL életében a legnagyobb kihívás, vagy a legérdekesebb fuvar, ha lehet erről beszélni? Lehet. Hál' Istennek, vagy szerencsére nagyon sok ilyen különleges megbízást teljesítettünk már. Ha csak arra gondolok, hogy például az állatkertben elárvult orangután bébit egy pár évvel ezelőtt egy speciális angliai orangután bölcsödébe kellett szállítani, és ezt a DHL teljesítette sikeresen, és Bulumata azóta is jó egészségnek örvend a jelentések szerint, akkor ez például egy ilyen kiemelkedő állomás a speciális szállításoknak, de hogyha most aktualitást szeretnénk mondani, akkor például itt van, jelenleg zajlik Magyarországon a Divízió 1-es jégkorong világbajnokság, aminek a keretében megtekinthető egy jégkorong múzeum, és Észak-Amerikából a legismertebb jégkorongliga, az NHL relikviáit hoztuk el Magyarországra, amik jellemzően nagyértékű relikviák, amiket rövid idő leforgása alatt kellett Kanadából Magyarországra juttatni, úgyhogy ezek most itt vannak Budapesten, és megtekinthetők többek közt a DHL-nek is köszönhetően. Köszönöm szépen. Amennyiben most nincs a helyszínen több kérdés, akkor én még egyszer szeretném megköszönni, hogy együtt tanulhattunk arról, hogy a csomagok hogyan is jutnak el az egyik pontról a másikra. Nagyon szívesen. Kis ajándékot is szeretnék nagyon szépen átadni. Köszönöm. Nagyon Zoltánnak köszönöm. Is, illetve Katalinnak és Mercedesnek is, hiszen ők segítettek a logisztikai háttértámogatást. Ők biztosították. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, és további jó szórakozást kívánok itt a Csodák Palotájában. Este 8-ig még nyitva vagyunk, és érdemes a csopapontot figyelni, hiszen terve van, hogy ezt a sorozatot folytatjuk majd az együttműködést a DHL Magyarországgal. Búcsúzom az online nézőktől is. A következő online közvetítésünk az május 2-án, egy hét múlva szerdán lesz. A Csopa Kubit Tudományos Sajtóklub második rendezvényére várunk mindenkit, és az utóbbi hónap legizgalmasabb tudományos híreit fejtegetjük majd együtt a Kubit Portál újságíróival és szerkesztőivel. Mindenkit várunk szeretettel, további szép estét! Viszontlátásra!